Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Világnézet a Hitrádióban, én Gavra Gusztáv vagyok, és a vonal túlsó végén itt van velem Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Jó napot kívánok, tanár úr! Jó napot kívánok, köszönöm szépen! Egészen váratlan hír az elmúlt éveknek a viszonylatában, hogy Németország bejelentette, hogy visszaállítja a teljes határellenőrzést, és megpróbálnak gátat szabni az illegális migrációnak. Hogyan lehet ezt értékelni az elmúlt éveknek a fényében? Rengeteg dolgot kell elmondani. Egy, ez a migrációs hullám Angela Merkel szerint a harmadik. Az első, hogy ő mondta, a második világháború után a Kelet- és Közép-Európából kitelepített németek visszaérkezése volt, és itt az integráció probléma nélkül megtörtént. Hadd jegyezzem meg, hogy a nyugatnémetek kelet-német területre viszonylag kevesen mentek, megdöbbenve vették észre, hogy akik keletre jönnek, évszázadok után tudnak németül, és integrálódtak. A második integrációs hullámnak Merkel a NDK-t jelölte meg. Annyit látni kell, hogy nem az NDK olvadt be az NSZK-ba, hanem az öt kelet-német tartomány egyesével kérte a felvételét a Németországi Szövetségi Köztársaságba. Ez az integráció sokkal nehezebb volt, és véleményem szerint mindmáig nem ment végbe. A kelet-német területek lemaradása most is van, megvan. A pártstruktúra, lásd az elmúlt napok türingiai százországi választásai teljesen más, mint a nyugat-német terület. És a 17 millió keletnémet egyesülés után több mint 30 évvel továbbra is rengeteg problémát lát, és teljesen mások a prioritásai. A harmadik menekült hullámnak hosszú története van, leegyszerűsítve ez a 2015-ös menekült hullám. Ez igaz, csak van egy probléma. Ennek előzménye az 1957-es római szerződés, ahol az akkori hat alapító ország a mai Európai Uniónak, a Benelux, Olasz, Francia, NSZK, megjegyzi, hogy számukra vendégmunkás kell ahhoz, hogy az ország működjék, és megjelenik egy új német szói vendégmunkás Gastarbeiter. Teljesen mások a prioritások, mint most. 2015 megindul egy elképesztő mennyiségű menekült Európa felé. Európa nem tudja, hogy mit kezdjen vele, és Merkel kimond két olyan szót, amit a történelem azóta nem igazolt. Az egyik az, hogy Wirtschaftswende, tehát meg tudjuk oldani, nem tudták. A második pedig az, hogy ez gibt's keine Obergrenze, nincs felső határ. A történelem bizonyította, hogy van felső határ, Merkel ezekben a kérdésekben mellé nyúlt. A jelenlegi helyzetben a német lakosság többsége úgy érzi, hogy a politika elhibázott, nem kér a migránsokból. Amíg Merkel volt, az volt a jelszó, hogy a választásoknál ne vegy elő egyetlen párt sem migrációs kérdést, mert az az AfD segíti. Az AfD most a két kelet-német tartományból. Türingiában első lett, 100 országban nem sokkal lemaradva a második lett a CDU mögött. A jelenlegi helyzetben a pártoknak elő kellett venni ezt a kérdést, és ennek hatására rengeteg dolog történt. A hárompárti működésképtelenné váló, de jövő évig maradni akaró német kormány bejelentette azt, hogy ettől kezdve 6 hónapra lezárják Németország valamennyi határát. Rendkívül érdekes, hogy pár órával ezelőtt a hollandok úgy érezték, hogy meg kell köszönniük ezt, hogy a németek ezt teszik. A lengyelek pedig egy rendkívül csúnya német-lengyel viszonyban ma, amiről senki nem beszél, keményen tiltakoztak. A lengyel miniszterelnök Tusk az elmúlt napokban meg volt hívva Németországból, egy magas kitüntetés kapott volna, nem hajlandó elmenni. A Scholz adta volna át a kitüntetést. A Scholz is lemondta a saját útját azok után, hogy a lengyel miniszterelnök nem jön el. Az osztrákoknál nagyon komoly probléma van, hiszen 2015-ben Merkel azt mondta, hogy a migránsokat hozzák el fele-fele arányba. Hát Ausztria lakossága az 1/8-a, 1/9-e a németnek, tehát ez az ötlet nem volt igazán nagy. A másik pedig az, hogy a bajor miniszterelnök, az Öder, aki bármi áron kancellár akar lenni jövőre, ő bejelentette, hogy a kérdésről egyeztetett osztrák kollégáival. A német televíziósok megkeresték a osztrákokat, és kiderült, hogy ebből egy szó nem igaz. Ausztria nem akar több menekültet átvenni, tehát leegyszerűsítve Európa megtelt, és ezt érzékeli a német kormány. Annyi érdekesség van, hogy keddig, tehát tegnapig adott határidőt a hárompárti kormánynak a CDU elnöke Merz, hogy hozzon határozott döntéseket, majd Merz közölte, hogy nem hajlandó tárgyalni az SPD zöldek liberálisok kormánykoalícióval, mert a meghozott döntések felemások és nem, ő számára nem elfogadhatóak.
Ugye konkrétan itt is van előttem a hír, hogy az osztrák belügyminiszter utasította a rendőrség parancsnokát, hogy tagadják meg a visszafordított emberek beengedését. Tehát Így tulajdonképpen van. itt most rengeteg ember két szék közt a pad alá zuhanhat, hogyha megpróbál Ausztriából Németországba menekültként átmenni. Vagy ha Németországból vissza akarják toloncolni Ausztriába. A német határokon elkezdődött az ellenőrzés. Na most ez egy szörnyű nehéz dolog, mert óriási a forgalom. A németek nyilvánvalóan azokat ellenőrzik, akik nem EU-s, döntően akik nem EU-s gépkocsival jönnek, de hát a német-lengyel viszony hagyományosan rendkívül feszült. Az osztrákoknál pedig Ausztria azt mondja, hogy megtelt. Ausztria közölte, hogy a lakosság hány százalékáig hajlandó menekültet beengedni. Ez a szám több, és ma már az alsó iskolákba, tehát a kisiskolások körébe Bécsbe a legtöbb diák vagy gyerek az migráns hátterű. Tehát már nem osztrákok vannak többségben a bécsi általános iskolák alsó tagozatain, és az osztrák lakosság most felháborodott. Ehhez jön a számtalan ukrán menekült, akik hasonlóan a harmadik világbeliekhez nem hajlandók integrálódni. Ráadásul az ukránok egy töredéke, aláhúzom, hogy nem a többséget töredéke, elképesztő luxuskocsikkal jön és luxusmódon él, tehát a nyugat-európai lakosságnál ez kiverte a biztosítékot. És mi lett azokkal a menekültekkel ebbe a helyzetbe, akik már ugye megkapták a letelepedési engedélyeket? Tehát van arra esély, hogy visszamenőlegesen is felülbírálnak Nem, bizonyos az letelepedés? első pont az volt, hogy azokat utasítják ki, akik bűncselekményt követtek el. Most indítottak először egy német különgépet afgán bűnözőkkel vissza Afganisztánba. Ez hozzátartozik, hogy nincs diplomáciai kapcsolat Berlin és Kabul között. Ezek rendkívül drága dolgok. Hát egy repülőt oda-vissza fizetni kell, a oda küldött bűnözőkkel meghatározott számú rendőri erőt kell küldeni, aki az utat biztosítja, de ezt megcsinálták. Mostantól lehet visszaküldeni bűnözőket Szíriába is, de aki a letelepedési engedélyt megkapta, azt most ilyen veszély nem fenyegeti. Ugye a CDU-nak már volt egy olyan javaslata is, hogy Németország hirdessen szükségállapotot, amely lehetővé teszi rendkívüli intézkedések bevezetését is. Kell olyasmitől tartani, hogy gyakorlatilag egy rendeleti jellegű kormányzás jön létre Németországban? Most vasárnap 20 percet erről nyilatkozott a német közszolgálati televízióban a Scholz kancellár. Ő egyértelműen nemet mondott, és azt mondta, hogy amióta ő a kancellár, átlag 3 hetente van ellene bizalmatlansági indítvány. Ő eddig valamennyit túlélte, és ezt nem kell túl komolyan venni. Itt annyit látni kell, hogy a CDU jövőre bármi áron kancellárt akar adni. Nagyon érdekes, hogy jelenleg 3 kancellár jelölt van. Az Észak-Rajna-Vesztfáliai miniszterelnök egy fiatal politikus, úgy hívják, hogy Wüst. Ő róla mondta a Söder, hogy ő Bajorországban nem kapna szavazatot. A Merz, aki ellen nagyon komoly felhangok vannak. Nagyon érdekes, hogy két ér van ellen. Az egyik az, hogy milyen ember az, aki éveken át 1 millió euró fölött keresett. Nem azt mondják, hogy mennyit dolgozott és hány cégbe, hanem azt mondják, hogy micsoda dolog, hogy ennyit keresett. A másik pedig az, hogy Merznek volt egy mondata, ami kiverte a biztosítékot, hogy azt mondta, hogy számomra első Németország, második a párt, harmadik az ember, magyarul a hülyéket kiteszi a párt vezetéséből, meg is tette. Tehát nagyon-nagyon érdekes ez, meglátjuk, hogy mi lesz a jövő évi választásokon. Merz minden esetre fölkínálta most, 1 évvel a választások előtt a lehetséges nagy koalíciót az SPD-nek. Hát nekem a problémám az, hogy lehetetlen megmondani, hogy 1 év múlva mi lesz. Most kb. 31-32%-on áll a CDU, és 14-16% közt van az SPD. Ez figyelembe véve, hogy hány kis párt nem kerül be a parlamentbe, abszolút többség körüli vagy közeli állapot, de hát 1 évre előre most tervezni nagyon nehéz. Lehet arra számítani, hogy esetleg ezek az intézkedések zavargásokat vagy valamilyen közrenddel kapcsolatos problémát okoznak Németországban? A válaszom az, hogy most már nem. De itt van egy probléma, hogy a német lakosság úgy érzi, hogy a rendőrség, a hadsereg, a titkos szolgálatok nem tudták a rendet fenntartani. Tehát ettől kezdve nagyon sok német nagyváros van, vagy nagyváros része, ahol migráns többség van, ott nem kizárt a zavargás. Tehát ha én azt mondom, hogy Berlinben van olyan városrész, úgy hívják, hogy Neunkölln, ahol alig él már német, akkor ezek a zavargások elméletileg bekövetkezhetnek. Akkor egy kicsit most tekintsük át talán szélesebben nemzetközi szinten az EU-t is, hogy
okozhat-e valamilyen nemzetközi trendet ez a rendelkezés Németországban? Tehát az, hogy ők bevezették a határellenőrzést, ezt követhetik-e más országok is ezt a példát? A válasz az, hogy igen, jön a de. De a németek erről Brüsszelt előre értesítették, és Brüsszelnek viszonylag egyszerű dolga van, amikor egy kis országgal szórakozik, és Magyarországgal. Ha ugyanezt megteszi a németekkel, abból óriási botrány lesz, tehát ezt nem meri megtenni. Tehát látszik az, hogy Németországnak, mint az Európai Unió két vezető hatalmából az egyiknek, a másik Franciaország, a mozgástere sokkal-sokkal nagyobb, mint egy középhatalomnak vagy egy kis országnak. Ugye szóba került már korábban itt az ADF-nek a sikere is a különböző időben, AfD, AfD. AfD, bocsánat, Oké. a választásokon. Fölmerül a kérdés, hogy a következő választásokon lehet hasonló eredményekre számítani tőlük, tehát elindulhat most ez az egész határ körüli mizéria egy népszerűségi növekedés náluk? A válasz az, hogy az AfD, ahogy a Linke is, mindig a kelet-német területeken volt, sokkal népszerűbb, mint a nyugat-német területeken. Ezzel együtt egy év rendkívül nagy idő. Ha a hárompárti kormány nem tud sikereket fölmutatni a migránsokkal kapcsolatban, és a CDU-CSU annyira megosztott, mint ma, akkor elképzelhető az, hogy az AfD sokkal nagyobb szeletet fog kapni a tortából, mint az előző választásokon. Az még fölmerülhet kérdésként, hogy mennyire tántoríthatja el a különböző Európába érkező menekülteket Németországtól, mint úti céltól ez a rendelkezés, és hova irányulhat az újabb menekült hullám, ha lesz, A így, hogy a válasz az, németek hogy a nem fognak menekült meg hullámot senkit. rendkívül tudatosan indítják Afrikából, Ázsiából és a világ különböző részeiből. Erről egyszer lehetne beszélgetni, hogy kik hogyan játszanak a menekültekkel, de a válasz az, hogy nyilván az embercsempészek azt mondják, hogy ha most 6 hónapig ellenőrzés van, akkor Németországot kihagyjuk, és akkor 6 hónap után visszük újra a migránsokat Németországba. Mi soha nem beszélünk arról, hogy ezek az embercsempész hálózatok abszolút profi módon működnek, nem egyszer legalább olyan jó, mint a világ számos titkosszolgálata. Ezek szerint akkor tulajdonképpen most arra lehet számítani, hogy 6 hónapig úgymond lerakják különböző Németországgal szomszédos kisebb államokban a menekülteket, és utána újra megpróbálják őket becsempészni? Így van, csak azért annyit látni kell, hogy Európa ma már nem akarja a papír nélkül érkező migránsokat befogadni. Ha megnézem azt, hogy Németországban tavaly 300, több mint 300 ezer migráns jött, több mint 200 ezer mindenfajta papír nélkül, a Németország körüli államok, a lengyelek, a csehek, az osztrákok és lehet sorolni, nem kérik ezeket a migránsokat. Tehát elkezdődik egy olyan védekezés, amit Magyarország alkalmazott először, amikor a kerítést megépítette. Tehát tulajdonképpen egyfajta láncreakcióról is lehet szó. Nem értettem, bocs. Tehát tulajdonképpen egyfajta láncreakcióról is lehet szó, hogy mindenki sorba Természetes. elkezdi. Persze, persze. Hát a németek után ugyanezt megtehetik az osztrákok. Ha ők megteszik, akkor megteszik a csehek, a szlovákok, a magyarok már megtették. Olaszországnak a hosszú tengeri határai gyakorlatilag védhetetlenek, de az olasz északi határon lévők meg fogják tenni, tehát ez egy önnek teljesen igaza van, egy láncreakciót fog kiváltani. És okozhat-e egyfajta kelet-nyugati megosztottságot az Európai Unión belül ez az egész újfajta megközelítése a migrációs problémának? Most gondolok itt arra, hogy mondjuk a nyugat-európai államok, mint Franciaország vagy Spanyolország, ők nem mondtak egyelőre nemet a migrációra, míg Németország és ezek szerint a közép-európai államok is már kísérleteznek ezzel. Igen, csak van egy probléma. A migránsok jelentős része volt gyarmatokra jön. A volt gyarmatoknak eddig a franciák előírták, hogy a nemzeti valutát és a valuta tartalékot kötelező francia bankokba tartani. Ez óriási bevételt hozott a franciáknak. Ha megnézem, akkor a Afrika tele van. Volt francia, brit, holland, belga, spanyol, portugál, volt gyarmatokkal, és az onnan jövő embereknek a nyelvismerettel nincs problémájuk, és teljesen más a hozzáállás. Franciaországban migránsok aránya elképesztő módon megnövekedett. És itt van egy érdekesség. Az első generáció boldog volt, hogy van hol laknia, és van mit ennie, és van munkája. A második, harmadik generáció azt látja, hogy jó az oktatásban, a lakáspiacon, a munkaerőpiacon,
piacon olyan hátrányban van, amit nem tud behozni. Tehát növekednek az ellentétek, és még egyszer, itt a volt gyarmatokról jönnek, és ez egy teljesen más politikai lehetőség. Németország mondhatja, hogy neki első világháborúig volt néhány gyarmat, akkor elvették tőle. Neki az első világháború vége utáni versailles-i békétől egy darab gyarmata sincs. Ezek a fajta kolonizációs különbségek, vagy történelmi különbségek hogyan befolyásolhatják most a közeljövőt, így a migrációnak a tekintetében? Hát gyakorlatilag úgy, hogy a migránsok jönni akarnak, nagyon komoly nemzetközi erők vannak amellett, hogy a migránsok jöjjenek. Erről egyszer lehetne nagyon hosszan beszélgetni, hogy kik indítják el a migránsokat, honnan van cél, pénzehez és mi a stratégiai cél. Ezeket a migránsokat ma már nem lehet békés eszközökkel leállítani, csak úgy lehet leállítani, ha az Európai Unió képes kőkeményen a külső határainak a védelmére. Gondolom itt most a zavargásokra is célzott, ugye az európai Európa-bajnokság, labdarúgó Európa-bajnokság és az olimpia alatt is előkerült ennek a kérdése, ugye több helyen nagyon komoly biztonsági intézkedéseket kellett tenni, és volt ugye ez az elhíresült bécsi Taylor Swift koncert is, ahol terrortámadás volt, legalábbis tervben, és lehet számítani arra, hogy újabb terrorhullám jön most Európára? A válasz az, hogy egyértelműen igen. Ha figyelembe veszem azt, hogy milyen egyszerű idézőjelben a terroristának lenni, rámegyek a Al-Qaida honlapjára, rámegyek az Iszlám Állam honlapjára, veszek otthon egy kést, és bemegyek emberek közé gyilkolni. Beülök egy kocsiba, és elgázolom, akik előttem vannak. Tehát nem úgy működik a terror, mint 20-30 évvel ezelőtt, ahol pontosan lehetett tudni, hogy van szélső jobboldali, szélső baloldali terror. Ezeket a rendőrség, a titkosszolgálat követte, ma ezeket az embereket lehetetlen követni, mert nagyon-nagyon sok olyan Európában élő migráns van, aki nem találja helyét, és a válasz lépés az, hogy a terrorhoz nyúl. Ezek szerint akkor lehetnek akár rasszista vagy rasszalapú problémák is Németországon, vagy akár Franciaországon belül. Bárhol lehetnek ilyen problémák. Ha megnézi, akkor tömegverekedések voltak az elmúlt években, többek közt kurdok és törökök között a hannoveri repülőtéren. Tehát ma minden lehetséges, mert az idejött emberek nem tudtak, nem akarnak és nem fognak integrálódni. Ettől kezdve nem lehet azt mondani, hogy kizárt, azt lehet mondani, hogy a valószínűsége valaminek nagy, közepes vagy csekély, de nem lehet semmire nullát és 100%-ot mondani. Talán akkor próbáljuk meg lezárni ezt az adást egy kicsit jövőbetekintéssel. Van arra esély, hogy a most Németországba, illetve Franciaországba lévő migráns hátterű emberek integrálódjanak? Lehet bármilyen olyan állami eszközt bevetni, amivel elő lehet segíteni az integrációt, és már bizonyítottan hatékony? A válasz az, hogy rengeteg ilyen próbálkozás van, ez horribilis pénzbe kerül, és az eredmény csekély. Tehát én ma nem látom az esélyét annak, hogy a migránsok többsége integrálódni fog. Van egy érdekes példa. A dánok bevezették, hogy aki oda jön, 24 órát kap, hogy elhelyezkedjék. Egy év alatt 2000 ember ment be Dániába és dolgozik. De cserébe idézőjelben ennek a 150-szerese jött be Németországba, és döntő részük nem dolgozik. Tehát a dán példa azt mutatja, hogy jöhet a migráns, ha dolgozik. De a migránsok jelentős része a szociális ellátó rendszerből akar megélni, és nem a munkájából. Nagyon nehéz a kérdés. Látjuk azt, hogy Szaúd-Arábia, Törökország és néhány állam milyen propagandát folytat a muzulmánok körébe a Balkánon. Erről sem tartottunk soha előadást, erről sem beszélgettünk, hogy hány ember van a Balkánon, aki pénzért változik. Ha a feleség hajlandó fájtlat, tehát a fejére egy kendőt borítani, azért pénzt kap. Ha a gyerekeit iszlám iskolába járatja, pénzt kap. Tehát rengeteg olyan dolgot látok, ami pár évvel ezelőtt Európában nem volt, és nem az integráció irányába visz. Igen, talán a skandináv példák azok, amik nagyon jól megmutatják, hogy hogyan lehet egy hiperliberális társadalomból is előhozni a konzervatívabb gyökereket, hogyha komoly problémák jelennek meg. Ugye Svédország is a szigorítás útjára lépett, Dánia is a szigorítás útjára lépett, és ha jól látjuk, akkor nem is terveznek ebből engedni a közeljövőben.
Így van, Svédországban a migránsok száma ma már életveszélyes kereteket töltött. Naponta vannak merényletek, általában egymás ellen, de nagyon sokszor a svédekkel szemben is. A dánok a Svédországban menő alagutat már ellenőrzik, tehát új helyzet van. Nógrádi Györgynek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen, viszontlátásra.